eljöttek. Épp az előbb mondtam a Zsoltnak, hogy nagy öröm, hogy hónapról hónapra van érdeklődő a jazz történet iránt. Ugye a műfajból ez nem teljesen adódik, mert általában a jazzzel foglalkozók mindig a közönség létszámára szoktak panaszkodni, és hát örülök, hogy a jazz története ilyen sok embert érdekel. Most alapvetően ez a mai kis visszaemlékedés a magyar jazz történetére, ugye úgy van megkérdezve, hogy a 30-as, 40-es, 50-es évek, de hát ezt nagyon nehéz persze így szétválasztani, tehát én azt mondom inkább, hogy tulajdonképpen a legfontosabb része, amiről a beszélni fog, az 50-es évek, de természetesen ennek van egy előzménye, és erről fogok ma beszélni, ami a 30-as, 40-es években gyökerezik, és egy picit bele fog menni a 60-as évekbe, mert hangsúlyozom, hogy ez a dolog azért nem ennyire szétválasztható. Bizonyos előadókról kicsit ma rövidebben fogok beszélni, hiszen volt már az előadás sorozatban egy olyan rész, amikor a magyarországi jazz kezdeteiről volt szó, és akik olyan előadók, hogy természetesen ma is meg lesznek említve, hiszen azért akik elkezdtek a 20-as, 30-as években játszani, azért azokból a zenekarokból, ugye nagyjából akkor a háborúig mentünk el, tehát azért van egy átfedés, természetesen azért azok nem hagyták abba a muzsikálást a háború alatt, csak akkor, amikor muszáj volt, és a háború után akkor, amikor muszáj volt. De ebben tulajdonképpen már bele is csaptam ugye itt a dolog lényegében, mert a 40-es évek magyar jazz az nagyon furcsán alakult, illetve aztán az, amit ezt követte, ugye az a bizonyos 50-es évek, hogy ezt szokták ilyen emblematikusan mondani. És ugye 44-ben ugye a németek bejöttek Magyarországra, és akkor gyakorlatilag jazz attól kezdve nem volt szabad nagyon játszani, az amerikai filmek azok abszolút nem jöhettek be Magyarországra, és tulajdonképpen a jazz is bizonyos értelemben tiltott lett, hát amennyire lehetett, mert azért ugye az Arizona, bár többi helyeken játszottak ilyen amerikai zenéket, de hát akkor már gyakorlatilag a igazi modernnek mondható az akkori amerikai slágerek, ugye miután nem jöttek be a filmek, ezért nem is ismerték a zenészek az aktuális amerikai slágereket. Mert ugye az annak idején azért az amerikai zene elsősorban az amerikai filmekkel jött be, nem a lemezekkel, hiába voltak esetleg már lemezek, de azért a slágereknek az igazi hordozói Magyarországon is egyébként, ugye minden filmhez tartozott egy sláger, tehát ez ugyanígy volt, az amerikai számok az amerikai filmekkel jöttek be, hát amikor már nem jöhettek az amerikai filmek, nyilvánvalóan ez a zene megroppant. Na most utána volt egy rövid időszak a háború után, 48-ig, amikor megint jöhettek az amerikai filmek, és akkor megint elindultak a zenekarok, és megint elindult egy budapesti zenei élet, amit aztán nyilvánvalóan 48-ban, amikor a kommunista hatalom átvételt, akkor megint vége lett, hiszen Rákosi Mátyásnak volt egy olyan elképzelése, hogy a zenés, táncos helyeket azokat meg kell szüntetni. Tehát a vendéglátóiparból, amit ő úgy gondolt, hogy maradhat, az kizárólag a vendéglők, stb. Tehát ő azt mondta, hogy ez egy olyan métej plán az amerikai zene, hogy ez abszolút meg kell szüntetni. De hozzáteszem, hogy nagybátyám, aki primás volt, most mesélt, hogy a cigányzenekaroknak a helyei is megszűntek egy rövid időre. Tehát borzalmasan nagy bajba voltak. Nem csak a jazz. Tehát egyáltalán ezt a mulatozóst, ugye, mert a cigányzene meg a gentry világhoz tartozott Rákosi szemében. Tehát az azért volt gáz, mert hogy ugye az uraknak játszottak, meg nem tudom, és hát a jazz, meg hogy amerikai zenát, az meg pláne. Tehát ez gyakorlatilag volt egy ilyen kísérlet, ami végül is nem sikerült 100%-ig, hála jó Istennek, véghez vinni természetesen. Na, és aztán, hogy kik ugye képviselték továbbiakban a háború után zenét, hát ugye beszéltem annak, hogy a Holéci Ákos zenekaráról, aki a háború előtt egy nagyon fontos szalon zenekar volt. Na most azt még el kell mondani, hogy ugye mit jelent a jazz. Tehát a jazz ugye alapvetően egy swing lüktetésű zene. Na most ebben az időben, amiről most beszélünk, még nem vált teljesen szét az úgynevezett vendéglátóipar, tehát a slágerek és a jazz. Mert a slágereknek is a nagy része a swing ritmusú volt. Tehát jazz, ezt esetleg arra lehetett inkább mondani, ahol az improvizáció megjelent. Tehát arra inkább mondták, hogy esetleg jazz, de a swing, tehát nem, ma nagyon nagy különbség a szórakoztató popzene és a jazz, az két teljesen más zenei világ. Akkor ez nem így volt, mert a slágereknek a nagy része a swing zene volt. Na most, amikor betiltották ugye az amerikai számokat, és például most csak érdekességképp mondani, hogy volt egy nagyon jó szaxofonos segédés, a Piroska Zoltán, aki aztán 56-ban diszidált, és a Csepi, ugye a Csepi zenekar egy nagyon híres zenekar, őket effektív egy ideig elvették a működési engedélyüket, mert amerikai számokat játszottak. Most ezt úgy védték ki, Tabányi Mihály is egyébként, erre egy nagyon jó példa
legendás harmonika művész, hogy írtak magyar szöveget az amerikai számokra, és azt mondták, hogy ezek magyar számok. És föl is vették úgy ezeket a számokat, rögzítették is rádiófélterlemezekkel, mint hogyha magyar szerző. Ugye akkor úgyse figyelték mondjuk Amerikában, hogy a magyar szerző jogvédő hivatal mit ír, mit jegyez be. Tehát ezt simán eladták, úgyhogy azt mondták, hogy ez egy magyar szám, hát semmi köze az amerikai zenéhez, ezt én írtam. Tehát így azért nagyon sok amerikai zene át lett mentve egyébként a magyar szórakoztató zenébe, hogy egyszer írtak rá egy magyar szöveget, és hogy attól kezdve ezt úgy adták el, mint magyar számot, és hangsúlyozom, hogy akkor még nem volt ez a nemzetközi jogvédelmi dolog, hogy itt ugye már az interneten meg mindenhol mindent figyelnek, úgyhogy ezt simán meg lehetett csinálni. Tehát Horéci Ákos volt az egyik, aki a zenekarával tovább vitte, próbálta legalábbis a korábbi zsánerű zenéjét. Most mutatok egy rövid felvételt, ez 1957-ben készült vele. Tehát, hogy körülbelül ilyesmi szinges hangzás volt akkor ott a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Képzelni. Tehát ez nem az a fajta jazz, ami pont ebben az időben Amerikában a bebop, amikor már kiállt Charlie Parker és kihetetlen szólókat játszott. Itt inkább ilyen díszítő jellegűek a szólók, és ez inkább valahol a tánczene, swingzene környéke, tehát nem egy olyan véres értem, de ez egy jazznek jazz, hiszen swing. Másik a korszaknak nagyon érdekes alakja, Schenkel Bach Fülöp, akit fiúként ismertek akkor a zenei életben, és hát mai napig egy legendás figura. Na például az ő élete egy nagyon jellemző, nagyon jó hegedült, szaxofonozott klarinét, tehát egy több hangszeren játszó muzsikus volt, és hát több stílust is játszott ebből adódóan. Egyébként, hogy abban a korban ez nem volt annyira egyébként egyedülálló, hiszen azért abban a zenei világban itt Budapesten több zenei stílus működött egyszerre, tehát azért az átjárás megvolt, tehát nem nagyon voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ők csak mondjuk swing zenét fognak. Hát nyilvánvalóan az akkori sláger zenében azért otthon kellett lenni. Hát különösebben a roma zenészek, hát azoknak anyanyelv volt a magyar nóta, stb. És ők ahhoz vették hozzá ezeket a stílusú amerikai zenéket, tehát anyanyelvi szinten játszottak magyar nótát, csárdás, és amellett játszottak nagyon jó jazz, tehát ez természetes volt abban az időben. Na most a szegény filónak egyébként a kóra nagyon jellemző sorsa volt, mert ő egy ilyen ladikon vészelte át a nyilas időket, a zenészek vittek neki a zenésztársai enni, és meg szóval próbálták őt segíteni, és sikerült is egy ilyen ladik, egy ilyen félig meddig lefedett ladikban átvészelni az időszakot. Aztán ugye jött a háború után, és akkor hát ő nyilvánvalóan boldog volt, hogy végre lehet játszani, és 45-től 47-ig az Astoria bárban, ott volt egy ilyen amerikai tiszti klub, és ő ott játszott, és aztán egyszer csak, ja, és hát annak idején volt a állandó közvetítés a magyar rádióban, az akkori Vidám Park, és mindjárt majd mondom, hogy majd eszembe fogjuk, de föl is van írva, egy másik helyről is, amikor oda jutunk, fogom említeni. Állandó közvetítés volt hétvégenként jazz, és hát abban ő volt az egyik zenekar. Az ő zenekar volt az egyik, és aztán amikor bejött 1950-ben, hogy már nagyon-nagyon nehéz volt ilyesmi zenét játszani, akkor ő diszidált is, és elment Izraelbe. Tehát ő is egy olyan ember volt, akinek ebből úgy elege lett. Tehát, hogy a 40-es évek közepét ugye át kellett valahogy vészelni, akkor végre jött két év, amikor úgy nézett ki, hogy egy emberi világén, és akkor jött az 50-es évek, és akkor belefejelni egy ilyen rákosi rendszerbe. Ez már sok volt, úgy meg tudom érteni, hogy ez ő nem nagyon akart a továbbiakban. Sajnos tőle nem tudok felvételt most mutatni, viszont a következő, akit meg kell említenem tőle, igen, a Solymosi Ludu zongoristát, aki a kornak egyik ilyen neves zongorista volt, és nagyon jó swing játékos.
Ő is egyébként disszidált 56-ban, Bécsben élt, aztán Münchenben. Nagyon sok zenész elment, mert azért ezek nemzetközi színvonalú muzsikusok voltak, és azért ezt az 50-es éveket azért nem mindenkinek volt kedve, ugye ezt végigcsinálni. Solymos út a Gulliver utazásai című kompozíciót. Hogy meg kell említenem, a Filútól és Beomter Bubitomos azért nem fog feltemdődni, mert annak idején mutattam, és ugye itt ilyenkor az egy óra az mindig nagyon szűkös, és kicsit játszanom kell azzal, hogy mit tudok megmutatni, és azért szeretnék sok mindent róluk elmondani. Most Beomter Bubitól ezért nem mutatok felvételt, mert ő múltkor játszottam több felvételt, és amiből játszott, hogy neki Solymosról volt egy dúója, és aztán amikor Solymos Rulőt elment, akkor Szabó József lépett a helyébe, akkori kornak másik nagyon jó zongorista, egy fiatalabb generáció, szegény Szabó József, nagyon vidékért, 25-ben született és 65-ben meg is halt. És akkor volt ez a Szabó-Beomter duó. És a Beomter Bubi Jenő is egy nagyon érdekes sorsú ember volt, mert itt elvitték munkaszolgálatra, amivel aztán valahogy hadifogság lett a Szovjetunióban, érdekes módon. Ez az a lényeg, hogy 3 évig tartózkodott nem teljesen önszántából Szovjetunióban, és hát a hadifogság részese volt olyan nagyon vidám, a Szibériában gondolom, vagy valahol, nem, ebben nem ők biztos, hogy én Szibéri, de hát valami barátság talán ilyen lehetett. És éppen neki az volt a szerencsé, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amikor kiderült róla, hogy ő valaha az Arizonában játszott, vagy egy SS-tiszt, aki ott szintén hadifogságból sokat járt, akkor elterjesztette róla, hogy az milyen, micsoda nagyszerű hely volt, és hogy ott milyen jó zene szólt. És akkor megtették őt egy ilyen kulturális felelősnek, és akkor ott csináltak a hadifogói táborban mindenféle zenés, előadásokat, színházi dolgokat, és ezeknek ő lett a vezetője. És aztán ő hazajött 46-ban szerencsére, és tehát rögtön visszarázódott a zenei életbe. És egyébként ő valahogy szerencsésen alakult lett, hogy hála Istennek volt egy jobb kapcsolati rendszere, mert elég sokat utazott az 50-es években a többi zenészhez képest. És hát ő Magyarországon is maradt természetesen. Most Szabó Józseftől mutatok fel, tehát ő a korszakának egyébként egy nagyon-nagyon jó technikájú és nagyon képzett muzsikusa volt. És hát Beomter, ilyen a dobon természetesen.
találtak, nincs mese. Most a következő fontos személyiség, aki úgy, hogy mondjam, meg tudta őrizni az nyilván egyfajta kapcsolatrendszerből, és hát abból egy nagyon-nagyon jó nevű zenész volt, tehát most nem negatívum értem a kapcsolat, hála Istennek, hogy tudott játszani, Martini Lajos. Tehát a Holéci, a Martini zenekar, ezek meg, illetve majd a Tabányér és ez, aki harmonika művész volt, ők viszonylag megtud, ők még, hogy mondjam, olyan helyeken játszottak, hogy viszonylag engedték őket ilyen amerikai ízű zenéket játszani. Mert például a Kovács Gyula, akiről majd esik szó, a kiváló dobos, ugye, aki a Martini zenekarban aztán évekig dobolt, ő mondta, hogy például amikor a Margit-szigeti nagyszállóban játszottak, és oda bejött a Mojszejev zenekar, azok csak amerikai számokat kértek. Tehát voltak helyek azért, ahol nem engedte, nem lehetett megoldani. Mert kaptak ilyen listákat, hogy milyen orosz számokat kell, szovjet számokat játszani. De ezt nem lehetett mindenhol megcsinálni. Tehát azok voltak szerencsések, ezek ugye jó nevű zenekarok, olyan helyeken játszottak, szálloda vagy ilyesmi, ahol ezt nem lehetett megcsinálni. Olyan vendégek jöttek, Margit-szigeti, akik kérték effektív az amerikai számokat. Na most, amikor a Martinnek egy nagyon érdekes története volt, hogy besorozták katonák, és 44-ben hadifogságba került való pár, szerencséje volt való Párizs mellett, és ugye a Martini a neve ez ismerős volt az amerikaiaknak, és ezért úgy vele úgy szóba elegyedtek, vagy elkezdtek bátani, és kiderült, hogy ő zongorista, jazz-t tud játszani, és akkor ott volt az amerikai country, és akkor ott attól kezdve volt a zongorista, imádták. Úgyhogy ő tulajdonképpen elmehetett volna az amerikaiakkal, amikor ott mentek vissza Amerikába, hívták őt, hogy menjen, mert ő inkább hazajött. És aztán 46-ban megcsinálta az első bandáját, nem akárkikkel, ugye, aki már múltkor szólt, hogy az első jazzgitáros generációnak a kiemelkedő alatt, éppen az első igazi jazzgitáros mondja, Horváth Sándor Patkány, Bece nevű kiváló gitáros, volt a zenekarnak a gitáros, ő aztán diszidált, mert gyakorlatilag neki tulajdonképpen volt valami, ugye a rendszeren belül valami problémája, és megmondták neki, hogy jobb, hogyha elhagyja Magyarországot. És el is ment, és jól is tette, mert aztán nagyszerűen élt Németországon. Tehát Patkány Sándor gitározott, Beamter, akit hallottunk, dobolt, és Radics Gábor ugye múltkor, amikor jazz kezdetéről volt szó, említettem, ő egy fantasztikus jazzhegedűs volt, jól szaxofonozott is egyébként, de elsősorban hegedűs volt, ő klasszikus hegedűsnek indult, zeneakadémián tanult, csak fiatalon meghalt édesapja, és ezért ugye dolgoznia kellett, el kellett kezdeni zenével pénzt keresni, és ugye annak idején meséltem a múltkori előadásban, hogy a Párizsban a 30-as években egy jazz világversenyen a harmadik helyezést érte el, de már akkor is hozzátettem, hogy szerintem ő meg Grappelli nyerte meg, és a Joe Venuti az amerikai lett a második, én azt gondolom, hogy egyébként ő mindegyik őknél jobban hegedült. Hát hegedülni biztos, hogy ezt most stilárisan, én azt gondolom egyébként, hogy swingesebben is játszott, de hát effektív hegedülni sokkal-sokkal jobban tudott, mint az említett másik két hegedűs, csak neki volt egy óriási hátrány, hogy ő nem saját zenekarra játszott ezen a világversenyen. Mindegy, a harmadik hely is gyönyörű, tehát ő hegedült, addig, amíg aztán el nem, és ő aztán összeállított egy Rajkó zenekart, fiatal, nagyon ügyes gyerekekből, és az először Nyugat-Európába turnézott, majd elment Brazíliába, São Paulóban élt, és nagyon jó módú ember volt, igen, aztán a végén egy kis szállodája is volt, úgyhogy ő egy nagyon jó kis karriert csinált, Brazíliába is készített egyébként lemezeket. Tehát ő, ez volt az első Martini zenekar, amikor hazajött. De aztán 49-ben alakult meg viszont az a Martini zenekar, ami viszont a legenda. Ugye abban két hihetet, a kornak két nagyon-nagyon komoly muzsikusát sikerült ugye maga mellé venni, az említett Kovács Gyulát, akit Bolond Kovácsnak becéztek, eredetileg álltak Mesüge, és utána abból lett a Bolond Kovács név. Ez azért kapta ő ezt a nevet, mert amellett, hogy hihetetlen jó dobos volt, egy Isten áldotta, humorral megáldott ember. Ugye ő a jazz tanszakon 65-től tanított, tehát amikor én jártam oda a jazz tanszakra 87-től 91-ig, akkor is ő volt a dobtanár, akkor diplomáztam 92-ben, utána szegény rövidesen meghalt, viszonylag fiatalon 61-nél nyilvánosan. Tehát mi alig vártuk, hogy a Gyula bácsival találkozzunk a folyosón. Tehát én nála nagyobb humorú embert azt hiszem, hogy életemben nem ismert. Szóval ilyen apros, ez is két ilyen kis dobverő, fadobverő volt a nyakában egy bőr zsinórom. És hát minden alkalmat meg. Most hát nyilván nem mindent tudok elmesélni, mert volt egy-egy, ami kicsit vagy nyomdafestéket nem tűrő, vagy valaki egy kicsit negatívabb, nyilván. De például csak egy ilyen nagyon apróság, hogy ilyen aula volt, ahol Újpesten volt akkor a jazz tanszak, és egy ilyen aula volt, hogy ilyen két bejárata volt, és már ment ki, hát imádtuk, köszöntünk neki, hogy viszontlátásra Gyula bácsi, hogy visszafordult, az gyerekek, ne haragudjatok, ha Sophia Loren keresne,
akkor mondjátok meg neki, hogy menjen haza és fűtsön be. Csókolok benneteket. Ez ilyen apróságok. Vagy például Kőszeg Imrével, bár két sarokra laktak, ugye a másik, ugye ő követte aztán egyébként Kőszeg Imre követőt a jazz tanszakon, ami egy nagyon jó döntés volt, mert Kőszeg Imre is a legnagyobb humor, akit az ember életében ismerett. Tehát még ebbe is passzoltak egymásra, leveleztek egymással két sarokra. És volt ilyen, ami cintányi rálványt részletre vett Kőszeg Imrét, és akkor írta neki, hogy szeretlek, tisztellek, mint egy bálványt, elsőjén fizetem az állványt. Szóval ilyen... legendás figura volt. Na most ő ezt, ebbe az volt a klassz, hogy ő ezt a színpadon is kamatoztatta. Tehát amikor mesélte a Kőszeg Imre, hogy amikor jött a nagy tempó, akkor föltette a sötét napszöveget. Akkor lehetett tudni, most egy nagy tempó jön. Olyan népszerű volt annak ellenére, ugye, mert tőle elvették az útlevelet, mert róla legendás volt, hogy utálta a kommunistákat. Tehát olyanokat csinált, hogy az MK erkére kiállt, és hogy ezek a rohadt oroszok, hogy már nem mennek az, és meg a rendőr se vitte el azt, hogy Gyula, ne haragudj, ne hagyja. Tehát egyszerűen irgalmatlan népszerű volt. Mesélte Kőszeg Imre, hogy itt a körúton, hát most lehet, hogy nem ezen a részén, hanem inkább egy kicsit a belvesen, az egyik soroktól a második eljutni, ez egy óra volt. Annyian állították őt meg. Még nem volt tévében, rádióban. Tehát sajnos elvették az útlevét, de hát olyan, hogy mondjam, ez egy picit, ő is azért, hát nem olyan oka volt, de hát ő se nagyon titkolt. Tehát mesélte egyszer a Kőszeg Imre, hogy november 7-én játszott valahol a Kőszeg Imre a zenekarában. Ez már valamikor 60-as évek, talán a 70-es évekkel, inkább 60. És direkt elmentek meghallgatni, ő elment meghallgatni, hogy mit fog csinálni, mert tudta, hogy valamit fog Kovács Gyulának veretedik egy koncertet. És mögötte egy ilyen hatalmas Lenin kép volt, mert ott előzőleg volt egy ilyen november 7-i ünnepség. És hogy elindult a zene, szóval nem telt el 8 taktus, talán játszottak, puff, a de szétszakította vele. Tehát ő nem nagyon titkolta ezt, úgyhogy szegénytől elvették az útlevelet, úgyhogy neki a nemzetközi karrier emiatt sajnos nem adatott meg, de viszont egy legenda. Tehát aki őt ismerte, szóval ő sokkal, nem úgy értem, hogy több volt, mert az nagy muzsikusnak lenni ő maga, csak hogy őnek egy más oldala is volt. Tehát ő a színpadon egy színfot volt, az emberek imád, Marti zenekara volt, aki azért ment, hogy őt hallja, vagy lássa, amiket csinált, mert viccelt a dobszólókba, amellett, hogy nagyszerűen muzsikált. Tehát a muzsika az nagyon helyen, csak vicces dolgokat tudott. Tehát ő egy ilyen kis performance volt ő a zenekaron belül. Ez egy óriási dolog. Egyébként ez a dobosok, ha van aki olyan dobos, a dob nagyon alkalmas, mert egy nagyon látványos hangszer. Tehát egy dobost, ha olyan, akkor nagyon jó nézni is. Nagyon látványosok a mozdulatok. Én például Steve Gaddet imádom nézni. Tehát nem csak ahogy dobol, hanem az összes mozdulata. Tehát ez egy látványos hangszer. Nem olyan, hogy szakszofonon, hanem valaki ilyen Kőszeg Imre mondta ezt, és valami Zakóval kapcsolatban, amit valaki meg akart tőle venni, és mondta, hogy neki szűk a szánt. Jó, hát ez a dobolni, igen, de bőgözni. Szóval tehát a dob az egy ilyen látvány, az egy nagyon-nagyon látvány. Most Kőszeg Imre is jön, hogy legenda, ő a humoráról is. Amellett, hogy persze ez mindig az az alap, hogy kiváló muzsikusnak kell lenni, mert ha valaki nem kiváló muzsikus, akkor nem olyan érdekes, hogy jó vicceket van. De ezeknél a nagyszerű muzsikusoknál, ha még humor is van, és van egy olyan levegőjük, az egy nagyon nagy dolog. Igen. Tehát a Kovács Gyula és a Kovács Andorral meglett ez a zenekar. A Gellért szállóban játszottak és a Bristolban, és főleg a Gellért szálló legendás helye vált. Tehát rengetegen jártak őket hallgatni. Egyébként egy rövid ideig a Rádió Jazz zenekarának is volt vezetője Martin Lajos, csak ő aztán, ugye pont amit említettem, hogy már nagyon jazz zenekarnál nem akartak a rádióba, úgyhogy az a jazz zenekar megszűnt. Nagyon jó tagokat szedett ott egyébként össze. Csak hát nem nagyon engedték. És akkor látta, hogy ez úgy nem működik, hogy akkor gyakorlatilag ez már tovább nem is működött. Most egy olyan felvételt fogok egyébként mutatni, ami tőlük, Martin zenekartól egy részletet, ami Kovács Gyulának a szerzemény. Dob fantáziának. Thank you.
nekem mondanom Kovács Gyuláról, hogy ő a gyerekeket saját kézzel írt kottából tanította. Egy kis színes tollakkal írta fel a dolgokat, és eleve úgy indult a kotta. Hajas Laci barátom mesélte, aki ugye hozzáért a Jazz Tanszakon évfolyam társam, ott mai napig együtt játszunk a Laciban. Azt írta fel, hogy először is a kotta egy szigorúan titkos védett. Akkor valami volt olyan, hogy olyat is beleért, mintha leírt egy ilyen ritmus képletről, csak neked. Meg ez a hihetetlen. Ez a Kőszeg Imre mesélt, hogy fönn volt nála, és csak megjelent egy ilyen idős ember, szakállal, minden, ilyen idős látszik, de jön, és akit Kovács Gyula ott tanított, és akkor mondta Imrének a Gyuri, hogy na ő már nem tanítom, már nem jár hozzám, csak felülvizsgálatra jött. Most, akit említettem, a legendás gitáros Kovács Andor, ő először hegedűsnek készült, hát általában ugye roma családokban én is mindenki először általában hegedülni kezd tanulni, ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy mindenki, csak gyakori, nagyon gyakori. Na most ő ráadásul olyan szinten, hogy ország tivadar növendéke volt, tehát egyébként ő nagyon sokáig egy párhuzamosan csinálta a két hangszert, a gitárt meg a hegedűt, de aztán valahogy a gitár maradt meg, ő úgy kezdett gitározni, hogy ő elmesélt, hogy Django Reinhardt-ot meghallott egyszer rádióban, és akkor meg rájött, hogy hát ez csoda. És akkor elkezdett a gitárra foglalkozni, és aztán ez lett a fő hangszer, egyébként magyar notát is embertelen gitározott, úgyhogy egy nagyon-nagyon nagy tudású és sokszínű ember volt. 69-ben alapítottam egyébként a saját bandáját, a Hot Club Budapestet, ugye a Django Reinhardt-nak volt ez a Grapperivel egy zenek, az a Hot Club France, és akkor ennek mintájára Pege Aladár bőgözött bele, és Kovács Gyula dobolt. Hát hallottuk, hogy már hogy, tehát olyan modern dobolás ez, ugye ez a felvétel az 50-es években készült, hát az 50-es években így dobolni, ahogy most hallottuk Kovácsot, a Pergő dobot, amilyen finoman használt, szóval komoly, komoly. Egyébként 47-ben alakított egy nagyon fiatalokból egy gitárzenekart Kovács Andor, és az első koncerten úgy reklámozta, vagy úgy vezeti őket, hogy összesen nincsenek 100 évesek. Tehát ha összeadták, most hogy nem 49, de az Volga együttesre kellett változtatni a nevüket. Most Kovács Andort hallhatjuk meg gitáron. És Kovács Gyula dobol és gitárpárbaja kompozíció című.
Úgy hívják a dobosok, ha rosszul mondom, légy szíves, javíts ki. Ez a virblizés, ami a pergődobban, ez azt mondta a közösségében, hogy ez az egész dobolásnak az alapja. És ez söprűvel, ahogy itt csinálta, ugye söprűzött itt Kovács Gyula szerintem, ez fantasztikus. Az még nehezebb, mert az nem pattan úgy vissza a bőrről, mint a verő. Úgyhogy a technikailag is egyébként, hogy nagyon sokat gumilapoztatott a növendékekkel, úgy kell érteni, hogy falapon van egy gumilap, és azon gyakoroltatott sokat. Hallatszik, hogy ő maga nagyon sokat gyakorolt, mert hihetetlen jól virblizett a pergődobon. Tehát aki még így zenekari szinten felszínen tudott maradni ezekben a nehéz években, a Tabányi Mihály, ugye neki egy picit nehezebb dolga volt a jazzben, mert a tangó harmonika az mondjuk effektív, mint hangszer, annyira nem jellemző a jazzben, tehát ilyen értelemben egy picit nehezebb dolga volt. Ezzel együtt hihetetlen komoly muzsikusok kerültek ki az ő zenekarából. Meg kell említenem, sajnos felvételt nem tudok mutatni, talán én nem leltem most föl az interneten. Annak idején volt egy Tihanyi Péter nevű zongorista, aki nagyon-nagyon fiatalon halt meg, 39-ben született és 61-ben hunyt el. Szakcsi Lakatos Béla is azt mondta állítólag, tehát hogy ő is azt mondta, hogy a kornak a legjobb zongoristája volt. Már akkor egy ilyen Billevance zsáner zongorázott. Tehát ő például Tabányi Mihály zenekarában, és aztán aki nagyon fontos, és utána külföldön nagy karriert csinált, ugye Csányi Mátyás, most én, hogy mondjam, tiszteletből úgy mondjuk, hogy Csányi Mátyás, de úgy hívta a zenész szakma, hogy Csányi Matyi. Először is őt Ernőnek hívták. Tehát a Matyi az beceneve volt, mert nagyon picinek már nagyon-nagyon jó hegedült. A Címzett ismeretlen című filmben egyébként kisgyerekként már hegedül. És tehát ma akkor egy Járóka Laci volt a másik kisgyerek, aki ketten játszanak valamit így hegedűn, tehát azért lett Matyi, mert olyan pici volt. Tehát ugye most nem akarjuk azt mondani, hogy Csányi Matyi, és ez azt mondjuk, hogy Csányi Mátyás, ami abszolút nem stimmel, mert az igazi nem az Ernő volt, a beceneve pedig Matyi. Na most ő is mindenkivel játszott az 50-es években egyébként, de a Tabányinál is sokat volt, sokat hangszert, nagyszerű hangszerős volt, nagyon jó hegedült és gitározott Csányi Mátyás jazzt. Ő aztán kiment, Vito Toriani volt itt Magyarországon, és ő 1960-ban bele kiment Bécsbe, és aztán ő ott is maradt. Neki nagyon jól ment Bécsben, mert volt ott egy Európa hírű klarinétos, a Fatty George. Inkább kicsi Dixielandizű jazz játszott a Fatty George egyébként, egy nagyon jó klarinétos volt. Hát például olyan ember játszott nála fiatalon, mint a Weather Report együttes megalapító, hogy Joe Zawinul. Tehát ő egy, például amikor Berkeley-re felvételizett Joe Zawinul Bécsből, akkor egy olyan felvételt küldött, amin a Fatty George-ra játszott. És úgy kerülhetett ki Amerikába. Na most Fatty George-nak volt egy olyan, hogy a Fatty George Salon. És amikor Amerikából zenekarok turnéztek Európába, általában Bécs volt az utolsó színhely, és a koncert után mindig lementek a Fettyhez jammelni. Olyan, mint Oscar Peterson és Duke Ellington. Na most az Oscar Peterson zenészeivel és Duke Ellington zenészeivel is jammelt Csányi Mátyás, embertől hegedült gitározott, mindegyik akart őt vinni Amerikába, egyikkel sem ment, mert azt mondta, hogy ő repülőre nem jön. Most hozzáteszem, fiatal, nagyon erős aszmás volt fiatalon, 80-ban, Augsburgban halt meg, egy vendégszereplése volt Augsburgban, ott halt meg, ott is van eltemetve. Tehát egészségesen volt. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jól tette, hogy nem ment Amerikába. Tőlük pedig beteges, tehát emiatt az erős aszma miatt, nem, egy beteges ember volt. Ő nagyon jól érezte magát, hogy a Fatty Salonban ő azt csinálta, amit akart. Tehát a Fatty George-nak például imádta őt. Van egy, fönt van a YouTube-on is általam. Egy olyan tévé felült, hogy be lehetett telefonálni általánoségben az osztrák tévébe, és ott a Fatty zenekar eljátszotta azt a számot, amit kértek. És ott is olyan szeretettel konferálja föl, amikor egy pár számban játszik, mondja, hogy Matyikám, úgy mondja neki a magyarosan, Matyikám, és felhívéskor ott játszik, akkor is kórházban jött éppen ki, és akkor játszik fantasztikusan két számot. Most én egy olyan felvételt mutatok önöknek, egy részletet, Otto Musi játsza egy bécsi jazzklubban, itt a Fatty Salonban, Csányi. Előre megyek a szólóhoz, mert az igazán érdekel.
Matthew mesélte a sztorit, Babos Gyulától is hallottam, aki a tanárom volt a Jazz Tanszakon, és Kőszeg Imrétől is ezt a sztorit, hogy a Rákfogóval Berlinbe játszottak, és jöttek haza, és megálltak Bécsbe. És bementek arra a helyre, ahol tudták, hogy a Csányi Matyi hegedült, akkor nem annyira. És akkor mondták, igen, ezért ti vagytok itt Magyarországon, igen, és mondták, jaj, hát szerettük volna megismerni, és ez. És kimondta Babos Gyulának, és ja, és te vagy a gitáros, és azt mondja, milyen gitárod, nem mondta, hogy mi, és autóban voltak, és behozod a gitárodat, mert az övé az, az állóban volt, azt mondja, persze, azt mondja, behozom. Behozta, hát akkorákat gitározott, úgyhogy ki tudja, mikor volt a kezébe utoljára akkor gitár, hogy ez valami embertelen. De ilyen műszaki dolog is például imádott így rádiókat erősítőnek átalakítani, meg csinált olyat még akkor Magyarországon, hogy ugye akkor nagyon népszerűek voltak a verklisek. De Cigánybálon sosem játszott zenekar, Cigánybálon csak verkli volt, mert hát a zenészek is mulattak. És ez egyik verkli is berúgott, elaludt, és addig ő átállította a verklibe ezeket a pöcköket, ami, és a jazz akkordokra, és a verkli is elkezdett, és olyan akkordok szólattak, mert hát a zenészek ájúdoztak, de hát a verkli is meg, hát hogy a népszerű üzeket akart, szóval nagyon nagy fazon voltam. Most a másik ilyen nagyon nagy muzsikus, aki megint csak az, hogy igazi multi-instrumentalista volt, és hát 48-ban külföldön ott Bacsi Kelek, ugye hát azért ő nemzetközileg is egy legenda, ugye Párizsban is most a Franciaországban kiadták azokat a lemezeit, amit az 50-es évek legvégén, 60-es évek elején Párizsban, mint gitáros készített, és aztán Amerikában 74-ben, 75-ben, mint jazz-heged, elsősorban, mint heged is készített lemezeket. Ő tulajdonképpen az édesapja már egy nagyon jó brácsás volt, őt Árpádnak hívták, Bacsik Árpád, és hát szegény ilyen pszichés gondjai voltak, tehát papírja volt róla, hogy bolond tulajdonképpen. Egyszer nagybátyám a muzsikát bement úgy, hogy frak felsőbe, de normál ruhába. És akkor mondta nekem viccesen a nagybátyámat, fiatal ember volt meg a nagybátyám, ez igen Árpád, ilyen elegáns, ez azt ha bolond vagyok, legyek teljesen bolond. Viszont úgy brácsázott, egyszer mesélt a nagybátyám, hogy ment haza, és hogy akkor volt, hogy ilyen gangos házakban játszott valaki a földt, és dobáltak le neki pénzt. És ment muzsikálásba haza, és hallott, hogy valaki borzalmasan jó brácsázik, így egyedül, akkordok, a téma, minden, már megnézte, hogy ki ez? És hát ő volt. Most a fia is, hát egy őrületes tehetség a Bacsi Kelek. Hegedülni nagyon jó. Ugye ő egy csellistának indult tulajdonképpen. Az első profi zenekar az úgy volt, hogy két nagybátyám, akit említett, a Mágó Károly volt a primás, őcse Mágó Béla cimbalmozott, és Bacsi Kelek csellózott, és fantasztikus szólamokat játszott, mesélte a nagybátyám, ami cselló, ugye egy bariton hangszer, tehát nem is, hol a basszust kell erősíteni, hol a témát, nagyon nehéz, nagy ő. Akkoriban kezdett gitározni, szerzett valakitől egy amerikai gitáriskolát, abból nézte az akkordokat, aztán nagy nehezen adta csak vissza a kottát, mert már könyörgött az illető, de hát ő abból nagyon sokat tanult, és nagyon hamar, nagyon jól gitározott. És aztán a Lecák zenekarra ment ki 48-ba Beirutba. Úgy volt, hogy még cimbalmozik is ott. Mert hát jó cimbalmozik. Bőgözni úgy bőgözött, hogy amikor a Dizzy Gillespie zenekarba bekerült, akkor is volt olyan buli, hogy nem volt bőgös, akkor ő bőgözött. Tehát irgalmatlan hangszer. És nyelvzseni volt, tehát arabul. Ahol ő élt, azt mindegyiket anyanyelvi szinten beszélte. És így viccelte meg az embereket, mert rendesen úgy beszélt, mint ők, és akkor csak megszólalt magyarul meg. Szóval sok ilyen sztori volt vele, hogy így magyarokat például megviccel, hogy egyszer csak megszólalt, vagy elvette a hangszert és elkezdett nótát muzsikálni, és azok lemerevettek, hogy egy arab ember elvesz és elkezdi a nem tudom. De szóval nagyon nagy fazon, tehát kiment a Lecák zenekar a 48-on Beirutba, és a Lecák hazajött meghosszabbítani az útleveleket, de ugye akkor már volt ez a kommunista váltás, és nem tudott visszamenni a zenekarhoz. Ezért a zenekar szétszélett. Ő kapott egy ilyen hontalan útlevelet, amivel fölment egy olasz hajóra. Az olaszok nem akarták, hogy ott maradjon, de már vissza nem engedték, mert a hontalan útlevéllel csak belépni lehet egy országból, de ki nem, és egy hajó az olyan, mint az az ország. Tehát az annak az országnak a felség területe. És akkor ez az olasz hajóról már nem tudtak mit csinálni, eljött Európába, Olaszországban élt egy darabig, ott tanult, be is iratkozott hegedülni valamilyen iskolába, a komolyabb iskolába. Akkor volt Spanyolországba, Portugáliába, most egyszer csak megérkezett teljesen szerződés nélkül Párizsba. Ott találkozott nagybátyámmal, a cimbalmosan Mágó Bélával, mert ott volt egy Hosszú Miklós nevű cimbalmosnak akkor egy üzlete, egy vendéglője. És akkor ő úgy bejárt, muzsikált,
És akkor még részt is adtak neki, adtak egy kis pénzt, és ott elkezdett akkor haverkodni ugye a zenei világban, és hát pillanatokon belül nagyon-nagyon-nagyon. Ott elsősorban mint gitárost ismerték meg. Ott például vasárnaponként volt egy zenés show a tévében, Franciaországban ő rendszeresen az ő zenekara játszott. Michel Legranda ismerkedett meg muzsikát a Modern Jazz Quartet tagjaival, akkor a Dizzyvel már, én úgy tudom, hogy már Beirutban is találkozott, ott aztán ugye pláne, ott be is került a Dizzy Gillespie zenekarba. Tehát neki Párizs nagyon jól jött, ott volt egy amerikai klub, ahol ő, amerikai katonáknak, ahol ő rendszeresen játszott. Tehát neki ez az időszak nagyon jó volt, és aztán átment Amerikába, Las Vegasba élt nagyon sokáig. Ott elsősorban, mint jazz hegedűs, mert ugye ott az nagyobb kuriózum volt, mint hogy valaki jól gitározik jazzt, de van olyan lemez, az van egy olyan lemez, az fantasztikus, ahol Dizzy és Charlie Parker szerzeményeket játszik, és van az I Love You, amin nem csak jazz hegedül, hanem gitározik is, és csellózik is, és brácsázik. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fantasztikus. Most egy olyan felvételt mutatok Bacsik Elektől, azért, ami még itt Magyarországon készült a 40-es évek végén, volt egy Radics Gábor, nem a hegedűs, mert ugye ugyanaz a nevük, de egy Radics Gábor vibrafonos. Egy fantasztikus Doknányi növendék volt, zeneszerzést is tanult ő. Egy nagyon, nekem még volt szerencsém vele személyesen találkozni, egy hihetetlen intelligens ember volt, szegény, nagyszerű muzsikus, és ő készített egy olyan felvételt, ahol bacsikelekkel játszanak. Ő megesküszik arra, hogy a zenében az a szó, hogy dögös, az bacsikelektől ered, mert hogy általában azt mondta bacsikelek, és ő akkor hallotta ezt a szót először, aztán, hogy játszunk egy dögös blúzt. Úgyhogy lehetséges, hogy ez tényleg bacsikelektől ered. Zongorán is Radics Gábor játszik. Aki nagyon hamar érezte, hogy innen menni kell, és egy nagyon jó zenész volt, tőle most nem fogok felvételt mutatni, mert ő nagyon ismert, bárhol el lehet érni felvételt is, tehát látom, hogy már nagyon túl sok időn nincs. De Czoller Attila, ugye, aki Visegrádon született, mai napig megvan a ház, most pizzeria van benne, ahol ő született, és ilyen évben a zenéskolában, az ottani zenéskolában, aki a legtöbbet fejlődik egy év alatt, kap Czoller Attila díjat, és azt ő abban a házban adják át, ebben a pizzeriában, ahol ő effektív ott született.
Ő aztán 40, ő is játszott Tabányi Mihály zenekarában 46-tól 47-ig, aztán 48-ba kiment Ausztriába, ahol 51-be az ottani szavazáson az osztrák legjobb jazzgitárosnak választották. Aztán 59-ben kimegy New Yorkba, ő egyébként vissza akart menni, mert élt aztán Németországban is, vissza akart menni Németországba, de aztán ott megnősült, megismerkedett valaki, és ezért maradt többen Amerikában. Ahol is aztán 64-ben a Dambit magazinban két gitárost választottak az akkori legjobb gitárosnak, ő volt az egyik, és Szabó Gábor a másik. Ez ami azért nem egy kis dolog, azért legyünk őszinték. Ugye Szabó Gábor is, 50, ő pedig 56-ban diszidált, akkor pont az Astoriának volt egy ilyen pince bárja, ahol nagyon, tehát ott az volt az egyik ilyen hely, ahol ilyen pici jazzesebb dolgokat lehetett hallani. Aki ott akkor vele játszott, gyakorlatilag ők mind kimentek, ott Tóth Menyus, Tóth Péter zongoristával játszott, ő is diszidált 56-ban, és a Bőgös is, a Kabók Lajos, akkor nagyon sok zenekarban játszott, hogy egy nagyon jó nevű Bőgős volt, ők mind diszidáltak gyakorlatilag, és hát aztán Szabó Gáborról most nem mondok többet, hát ugye azóta egy legenda, tehát Amerikában a legnagyobb muzsikusok hivatkoznak rá. És volt az 50-es évek végén ugye Newporti Jazz Fesztivál, ahol ő is nagyon nagy sikere játszott, ahol amúgy a Miles Davis is aztán a Berkeley-re járt, felvették természetesen abban a híres jazz iskolában, tehát ő már akkor keverte a country-s dolgokat a jazzzel, amikor még az amerikaiaknak sem jutott ez eszébe, tehát ő egy nagyon nagy formátum. Most azért nem mondok róla többet, mert kevés az idős, azért Szabó Gáborról nagyon-nagyon sok minden van az interneten. Tehát ami viszont a fordulópont, és most ez a lényeg, ja, egyébként az előbb, amit akartam mondani, tehát ahol rádió között a Dunakert volt a másik, tehát az Angol Park, ugye akkor már Vidán Park, és a Dunakert volt az a két hely, ahonnan jazz közvetítettek 49-50, és a Martin és a Filú zenekar volt akkor ott, tehát az ő muzsikájukat lehetett hallani. Ilyen, a Tabányi Mihálynak is volt egy ilyen rendszeres műsora vasárnaponként, ami ilyen kvázi jam session volt, tehát hogy híres zenészeket hívott el, és úgy játszottak jazzt, hát ilyen swing zenét a rádióban. Tehát az 56 az egy fordulópont volt, mert utána azért már nem mertek, hogy mondjam, ennyire nagy szigorral fellépni a jazz ellen. Volt egy nagyon érdekes momentum ebben az évben. Volt az amerikai követségen nyilván magyar származású követségi titkár Ernst Nagy, hát nevéből ítélve nyilván magyar származású volt, aki titokban a magyar hanglemez gyártó vállalatstudiában felvételeket készített az akkori magyar jazzistákkal. Itt Szabó Gábor már játszott, Garai Attila, ugye, aki már akkor egy nagyon jó nevű zongorista volt, az előbb hallott Radics Gábor is játszott felvételeken, a zongorista, a Europhonos Radics Gábor, és oly sokan. Tehát akik akkor fiatalok voltak, és az akkori jazz élet, ami az 50-es évek elején volt. Na most ennek azért lett nagyon nagy jelentősége ennek a felvételnek, mert ő ezt kivitte magával Washingtonban, és ezt a Willis Canover, ugye, akinek az Amerika hangja című, a Voice of America csatornán volt egy jazz műsor, ahol mindig ilyen nagyon akkurátusan, szép lassan elmondta, hogy mindenki értse, ugye, akik nem beszélnek jól angolul, hogy kik a szám címe, a szerző, kik játszanak a felvétel. Most november 23-án 56-ban leadta ezt az egyórányi anyagot, amit ott rögzítettek Magyarországon. Úgyhogy azt is bemondták hozzá, hogy most nem mondjuk be a neveit ezeknek a fiatal zenészeknek, nehogy ebből bajuk legyen, hogy az amerikai rádió őket játsz, és hogy nem tudjuk, hogy egyáltalán élnek-e, halnak-e ezek a fiatal emberek, akiket most hallanak játszani. És ezt a forradalom 60. évfordulójára most az amerikai nagykövetség ki is adta egyébként ezt CD-n. Én Turi Gábortól kaptam meg, úgyhogy nagyon köszönöm neki innen is, hogy ez a birtokomban van. És most egy olyan felvételt fogok önöknek lejátszani, hogy Szabó Gábor is játszik, és Garai Attila is, ő aztán a jazz tanszakon, ének szakon tanított, mert nem csak nagyon jól zongorázott, hanem nagyon jól énekelt is. És hát a szám címe is nagyon érdekes, Stalin Town Blues. Thank you.
kapcsolatokból ezen a felvételen. Váradi György szakszofonos. Váradi György, mert ez az autós nem volt rajta a lemezen. Most ami nagyon lényeges, hogy nem Garajétet hallgass. Ugye, hogy ezután már nem lehetett, mondom, annyira elnyomni ezért a jazz-t, hogy ezelőtt, és egy nagyon picit elindult egyfajta jazz élet. Lett három helyszín tulajdonképpen, ahol már a zenészek össze tudtak járni. Az egyik a Metro Klub, nem az, amit aztán később Metro Klub, hanem ami ma Centrál Kávéház. Ott volt egy ilyen pincelység, ahol összejöttek már játszani. A Savoy nevű hely, illetve az Astoria pincebár, amit az előbb említettem. Énként ezt elfelejtettem, hogy ezen a felvételen is az a Kabók János bőgözött, akit az előbb említettem. Tehát már egy picit összejárhattak a zenészek. Kertész Korné a zongorista volt általában ezeknek a lelkük, ezeknek az összejöveteleknek. Ő próbált ezt megszervezni. Ami aztán ott csúcsosodott ki, hogy a 60-as évek elején, 62-ben már megnyílt a Dália Jazz Club, ugye a Kiss égisze alatt, de mégiscsak egy jazz club, ugyan két évnél nem tudott tovább működni, nyilvánvalóan azért egy jelenséges közegben volt ez a klub, de mégis odáig el lehetett jutni, hogy ő 62-ben egy jazz klubot tudott tulajdonképpen működtetni, még ha mondom így is, hogy a Kiss égisze alatt. Ugye 63-ban elindultak, volt egy ilyen lemez sorozat, ami Gonda Jánosnak volt részben nagyrészt köszönhető, Modern Jazz címmel, ami egy ilyen antológia, amit kiadtak egy talán évente, vagy két évente, amit az akkori első számú muzsikusok játszottak, ami aztán abban csúcsosodott, hogy 65-ben Gonda János nagyon nagy munkája és elszántsága révén elindulhatott a magyar jazz tanszak, tehát Magyarországon jazz oktatás lett, ami Európában tulajdonképpen igazán sikeresen az első volt, mert ugye előtte volt egy prágai próbálkozás, de az nagyon hamar véget ért. Illetve nagyon érdekes, 28-ban a Frankfurti Konzervatórium egy Seiber Mátyás nevű magyar ember csinált egy jazz tanszakot, egy jazz oktatást, aki egyébként Kodály növendék volt, amit aztán két év múlva ugye a nácik azok bezártak. Tehát az mondjuk egy nagyon rövid életű lett, de amit Gonda János alapított ugye 65-ben, az ma már jazz egyetem. Tehát annak a jogutódja az ma a Jazz Egyetem. Tehát ez egy óriási dolog, hogy ez Magyarországon így megtörténhetett. És ugye hát azért a 60-as években már elindult. Most ezt Gonda János említett, és igazam nyilván, mert ő élet akkor is mondta, hogy azért a 60-as évek elejére egy picit alább hagyott az az őrület, ami a jazz körül volt az 50-es évek másik felében, mert ugye akkor kiengedték a szellemet a palaszból, és őrületesen mentek az emberek ezeket a jam session-öket hallgatni. Ennyire a 60-as évek elején talán már nem volt ennyire, ugye helyére került a stílus nyilvánvalóan. Egyrészt már nagyon sok új zenei áramlat jött, ugye a rock and rolltól kezdve, akkor már nem volt ez ennyire egy, hogy mondjam, azonos a sláger zene, ugye ami swing zene volt addig a jazz ritmus, mert már jött a rock and roll és oly sok minden, még Magyarországra is azért csak beszivárgott, még ha nehezen is, tehát azért a könnyű zenében ez a swinges muzsika azért már akkor komoly vetélytársai voltak, de azért megmaradt Magyarországon a jazz, és a 60-as években elindulhatott egy olyan modern irányzat, amiben már akkor ott volt Pege Aladár, Kőszeg Imre, Lakatos Peceg Géza, Lakatos Ablakos Dezső, és Garai Attila folyamatosan, tehát az a korábbi generáció.
Úgyhogy tökben ez az 50-es évek azért a maga nehéz módján, pláne a második felében 56 után azért megalapozta azt, hogy Magyarországon van jazz. És nem is akármilyen színvonalon. Most itt a műsor legvégén erről a bizonyos 56-os lemezről szeretnék lejátszani még egy felvételt, ezen Zagon Iván zongorázik, Radics Gábor vibrafonozik, Kabok Lajos, ugye nem tudom, bőgőzik, és Rutka Ferenc dobol, aki ma már festőművészként ismert, nem dobosként. Angolul a következőt mondja be Willis Cumber itt a szám felvezetéseként, hogy nem tudjuk, hogy azok a zenészek, akik ezt a zenét készítették, vajon meg tudják-e ma hallgatni ezt az adást, mint hogy az sem hol lehetnek, amikor a zenéjüket sugározzuk, de a világ számára itt az ő élő tanúságtételük, hogy a zene egyetemes nyelvén lehet szólni a világhoz. Úgyhogy most ezt a bizonyos felvételt fogjuk meghallgatni itt a legvén, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet és az érdeklődést. We don't know whether the musicians who made this music are able to listen today, nor even where they may be as we broadcast their music. But here, for the world, is their living testimonial in the universal language of music. Sokkal részletesebben nem tudom. De... csak tisztázom a szemelőket részleteket. Ez konkrétan egy novell. We don't know whether the musicians who made this music are able to listen today, nor even where they're made. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ilyen fáradtak, hogy itt meghallgatták.